annyira nagy izgalom van bennem. Hú. Most kérem szépen, kimegyünk a főútra. Oké, okay, indexel a Gyuri, mint látjuk, beindult az ablaktől. Na, álljunk meg egy kicsit. Tényleg úgy érzem magam, mint egy mazsola. Szerintem 30 fölött megyek. Ide le tudsz állni majd, lassan, még egy picit előre menjél. Előre szólok, hogy közeledünk egy körforgalomhoz. Talán most először van az, hogy így megérkeztünk az autós társadalomba. Mehetsz végül is vele. Mert ő letakar. Igen, letakar. Tehát ha ő megy, akkor mi is mehetünk. Én nekem azért még van egy erős, közepes halálfélelmem. Nézd meg, telózik vezetés közben. Mennyire fura neked, hogy nincs kuplung? Nagyon. Ez most izgalmas volt megint. Jobbra nagy ívbe, balra kis ívbe kanyarodunk. Jó reggelt mindenkinek! Itt van velem a tesóm Gyuri, aki most itt nyaral a családjával, és hát ugye a ciprusi vezetésről már több videó is felkerült ide a csatornára, és egyébként nagyon sokan kérdeztek és üzentek ezzel kapcsolatban, hogy mennyire bonyolult ez, és mennyire könnyű megszokni. Ugye Cipruson angol szabvány szerinti fordított közlekedés van, az út bal oldalán mennek az autók, és a kormány az jellemzően a jobb oldalon van, úgyhogy tök teljesen fordítva, mint ahogy otthon mi megszokhattuk. Úgyhogy itt van velünk Gyuri, azt gondoltam, hogy bedobom akkor őt most a mély vízbe, és elmegyünk egy kicsit autókázni, és Gyuri el fogja mesélni nekünk, hogy szerint ez mennyire bonyolult, mennyire nehéz, vagy éppen mennyire könnyű. Ugye Gyuriról azt kell tudni, hogy sokat vezet otthon, minden nap, kocsival jársz a munkahelyedre, de teljesen szűz vagy még itt az angol szabvány szerint a vezetésbe, úgyhogy először fog ebbe belevágni, úgyhogy hogy érzed magad, Gyurikám? Izgulsz, nem izgulsz? Szerinted milyen lesz? Hát most úgy érzem magam, ahogy mondtad is, hogy bedobtál a mély vízbe, úgyhogy folyik rólam a víz. A kiváló időjárás 50%-ban és 50%-ban pedig az izgalom, hogy fogom ezt így teljesíteni. Egyébként jól vagyok, próbáltam agyban felkészülni, meglátjuk, mennyire sikerült. Úgyhogy vágjunk is akkor bele, irány az autó, sziasztok! Az én kis öreg Daihatsu-mat fogja vezetni a tesóm, az én kis 19 éves Daihatsu-mat. Gyere, Gyurcó! Itt vagyok! Oké. Okay. Oké, okay, szerintem. Áll is be az ülés. Aha, szerintem ez így jó. Még azt hozzátesszük picit a te autós sztoridhoz, hogy még automata a váltós autót sem vezettél soha, tehát kéziváltós kocsid van otthon. Nem baj, ez a jó, úgyhogy jövök én is egy pillanat, és segítek mindenben. Na, oda. Okay. Na, és ez már megy. És a sorompó. Most kérem szépen, kimegyünk a főútra. Oké, okay, indexel a Gyuri, mint látjuk, beindult az ablaktől. Na, álljunk meg egy kicsit, beszéljünk erről egy másik oldalon van az index, ez nagyon fontos. Fék, megnyomjuk a féket. Hát nem arra megyünk, balra fogunk menni. Jó? Nem arra indexeltem? Most jó lesz. Jó. Jó, mehetsz. Oké, okay, lassan megyünk. Kérem szépen, kijutottunk a parkolóból, és megyünk szépen. Köszönöm, 4 liter víz lejött rólam. 4 liter víz lejött rólam, és tényleg úgy érzem magam, mint egy mazsola, aki most ment ki először az útra. Mazsola, vagy fogd a kormányt, kérem szépen. Jó, mint... Hú, de jó érzés. Bal oldalon közlekedek. Jobbra, akkor... Nagyon indexet, nyomom igen. A féket, igen, indexelünk, nagyon és most jó, én itt szerintem... Figyelj, megállunk, most megállunk, és nagyon lassan be fogunk kanyarodni. Hova is kell néznem? Oda kanyarodsz, mehetsz nyugodtan, előre nézel, ja, oda ugyanis nem. Onnan nem jöhet ja, senki. Tényleg. Vigyázzunk, jó. Amit most csináltam, hogy automatikusan benéztem abba az utcába, ahonnan nem is jöhet semmi, mert onnan... Mert ugye jobbra néztél, igen, és igen. Közben neked balra kell nézni, mert a másik oldalról jönnek az autók. Jó, akkor ide le tudsz állni majd lassan, még egy hát picit előrébb menjél. Ja, látom. Vigyázz, vigyázz. Igen. Ne menj annyira közel, és itt megállunk. Jó, és az ablaktörlőt... Sikerült megint bekapcsolnom az ablaktörlőt. Ez az én hibám, most állíts le az autót, vagyis tedd parkingba. Jó. Oké. Okay. És te akkor... is állíthatod, ha szeretnél. Oké, okay, csak egy kicsit. Jó. Hú. Izgis. Nagyon. Tehát... Én mondtam, hogy ezt nem mondtam neked, ez az én hibám, hogy ugye az ablaktörlés fordítva van. Igen.
Tehát az ablaktörlő és az index, tehát hogyha az indexet nyomod jobbra vagy balra, akkor mindenki először az ablaktörlőt fogja bekapcsolni, ugyanis hogyha megnézed, ugye mutasd meg, hogy hol van az ablaktörlő. Ez az ablaktörlő itt. Most nincs rajta gyújtás, de most így látszik. Ez az ablaktörlő, és a másik oldalon van az index. Így van. Jobbra, balra. Na most akkor pihenj egy kicsit, gondold át, hogy mi hogy van, és akkor megyünk tovább, és előre szólok, hogy közeledünk egy körforgalomhoz. Okay. Mennyire könnyű a sávot tartani, Gyuri? Az teljesen ugyanolyan, mint Magyarországon. Aha. Szóval, hogy van ez a két csík, maradj közte. Ha? Nagyon jól csinálod egyébként, most már a féket is érzed azért egy picit jobban. Átértem erre a jobb oldali. Vagy jobb lábas. A másik lábad akkor csak ott simán van, ugye? Igen, igen, pihenged. Jó. Nézzük a lábaidat. Ez még nem az, ugye? Nem. Ez jó. Még nem. Állj, lassan. Jó, mert most megint piros lett. Szuper. Most itt lassítasz, ugye itt van a 30-as tábla, ez már jelzi azt, hogy közeledünk a körforgalomhoz. Igen, és maradjak ebbe a sávba, lassíts, ugye? Igen, igen, ebben a sávban. Na, hogy mellém jössz egy... Állj meg. Ja, mert hogy itt jöhet valami. Állj meg, állj meg. Mehetsz végül is vele. Mert ő letakar. Igen, letakar. Tehát ha ő megy, akkor mi is mehetünk. És itt megyünk ki egyenesen. Kell indexelni? Nem kell. Vagy mit tudom én? Nem is találtam az index. Megint az ablaktörlő. Megint az ablaktörlő után kapkodtam. Hivatalosan kell indexelni, most ez nem volt egy igazi körforgalom, ezért még egyszer majd ezt megcsináljuk, mert most segített neked ez a kamion, hiszen ő elindult, és ezért tudtad, hogy onnan nem fog jönni csak semmi menjek, jobbról. Ugye? Nézd meg, telózik vezetés közben, hát ufó, vagy valami csoda ember, nem tudom. Ugye egyszer-kétszer jössz te is, hát mondjuk telózni ne telózzon senki lehetőleg, mert a rendőrök azt nem nagyon szeretik, tehát itt is azért a rendőrök szoktak figyelgetni, gyors hajtásért azért lehet kapni büntetést, telefonozni tilos, végig a vezetés alatt, és a biztonságéves kötelező gyerekeknek pedig a gyerekülés. Sárga rendszámot, hogyha látjátok, ott sárga rendszáma van annak a személyautónak. Ez is egy sárga rendszám, most háromféle rendszám van egyébként Cipruson, a piros a bérelt autóké, a fehér a normál ciprusi regisztrált autókér, és vannak még sárga rendszámos autók, ezek a régi ciprusi autók, aminek egy idő után lecserélik, és minden autónak fehér, minden ciprusi autónak fehér rendszáma lesz. Itt jelzi a tábla, hogy körforgalomban vagyunk, lassítunk, igen, meg is állhatsz, meg is ha szeretnél. Jobbra nézünk. Onnan jön is egy, az be is egy jön. Egy piros rendszámos autó, és most mehetünk lassan. Okay. És szép lassan ki fogunk egyenesen csorogni. És itt nem kell már sehova. Így van, nagyon szuper. Hát most pesgőt bontanék szívem, szerint komolyan mondom, mert hogy még jött is egy autó, amit meg kellett várni, és észrevettem. És jobbra néztem, megtanítottad. Nagyon ügyes vagy. Mondjuk mantráztam is magamba folyamatosan, majd mantráltam, hogy jobbra. Oké, ez a bal. Lassítunk, és balra, ugye balra kis ívbe kanyarodunk, ez is furcsa az otthonhoz. És várj, hogy is? Ebbe az oldalba ebbe, megyek. Itt maradunk, ebben az oldalban. Kis ívbe kanyarodunk, és itt maradunk ebben a bal oldalban. És menjek oda le? És lemegyünk. Oda kell indexelnem? Megint indexelsz, megnézed, hogy jön-e valaki. Tehát oda bemegyünk a szembe, ahonnan. Vigyázz, ne menj neki a patkának. Igen. Be kell menni szembe, ahol az első pillanatban igaz fut át az agyamon, hogy innen jöhet valaki, igen. De neked oda kell menni, ahonnan igen. Az igen. Az érzésed, hogy jöhet így valaki. Így van. Jó. Pontosan. Most bar... Menjél egyenesen. Előnyben. És akkor itt meg fogunk fordulni. Kikanyarodtam, és senki nem bucizta le a szélvédőt, meg semmi egyebet. Igen. Fogom, átrakom drive-ba. De. Mennyire fura neked, hogy nincs kuplung? Nagyon. Ez fura? Nagyon fura, hogy meg az, hogy néha azt érzem, hogy le akartam nyúlni, váltani, de nem kell nyúlni, váltani, de ez nem ciprus, hanem ez inkább az automata. Aha, igen. Automatából fakadó dolgok. Jó, tehát maradunk a belsőbe, teljesen körbenjünk, és erre fogunk így visszafelé van, jönni. Erre fogsz kijönni. Csak jobbra kell néznem, hogy jön-e valami. Próbáld tartani a sávot. Oké, nem? Jó, és maradjak itt, nagyon és menjünk jó, erre tovább, ugye? Így van, még néz. Itt az autónak nekem van elsőbségem. Így van, nagyon jó. Maradunk a belső sávban, és megyünk egyenesen.
Nagyon szuper. Ez most izgalmas volt megint, meg ugye kell mondani. Ez nem ennyi a szélére, most ja, itt igen, megint megállhatunk egy kicsit, mert hogy piros lámpa van. Kevésbé folyik rólam a víz. Aha. Ez részben a menetcélnek is köszönhető, részben pedig érzem, hogy azért így egy nyugodtabb vagyok. Igen, 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 igen. Jó, jó. Tehát... Ugye, hogy azért nem annyira nem. Nagyon durva, csak az elején. A, igen. Egy picit. Úgyhogy mindenképpen, ha kibéreltek egy kocsit és elindultok valahová, akkor tegyetek egy kört. Ha az elején nagyon durva, ne adjátok fel, mert az csak az elején van. Úgyhogy menjetek egy picit itt a városban, álljatok meg, néha szusszanjatok egyet, gondoljátok végig, hogy mit csináltok, merre mentek. Közeledünk a nagy körforgalomhoz, itt vagyunk egyébként a King's Avenue Mall-nál. Maradjak talán is Paphoson, igen, maradunk ebben a sávban. Vigyázz, mert itt három sáv van. Aha, és a miénk a középső. Egyik az rögtön kimegy balra, a miénk a középső, lassítsunk. Itt most megint van mellettünk egy nagy autó, aki segíthet nekünk, tehát hogyha ő elindul, akkor nagy eséllyel nem jön senki. És arra megyünk, egyenesen tartjuk a sávot. Vigyázz, ne menj át az ő sávjába, aha. Nagyon közel vagy, arra vigyázzunk. És akkor és itt most kimegyünk. Itt kimegyünk, itt. Ja. Most megint beindult az ablaktól, a Gyuri az indexet akarta megnyomni. Igen. Szuper. Itt lemegyünk jobbra, mert jobbra fogunk kanyarodni, tehát kimegyünk a szélére. Jó, és de most nekünk oda fogunk menni a két autó van. Után. Tehát jaj, ugye okay. Jobbra nagy ívbe, balra kis ívbe kanyarodunk, ez legyen a mantra. Jobbra nagy ívbe, balra kis ívbe kanyarodunk. Ezt, hogyha ezt megtanuljátok, akkor szerintem olyan nagy probléma nem lehet. Jó, és akkor most szépen nagy bemegyek ívbe. Nagy ívbe, és nem jöhet sehonnan semmi. Nem jöhet, nyugodtan menjél, okay. És itt vagyunk. Oh. Most volt az első nagyíves kanyarodásom. Tényleg? Szerintem. Újabb pezsgő. Ma már még egy üveg ital akkor lecsúr. Igen, szerintem most volt először, hogy nagy ívbe kanyarodtam. Jobbra, jó. Nagy ívbe. Gyurikám, indexelünk, és balra és merre megyünk balra? Menni. Igen. És akkor csak simán bemegyünk ebbe, igen, a, bemegyünk ebbe a bigyóba. Ebbe a aha. Jó. Jobbra és nézünk, akkor, mert itt van egy igen, jobbra nézünk, hogy onnan jön-e valami meg. Oh, ja, hova is? Ja, ide. Oké. Okay. Igen, okay. Most majdnem szuper. Átmentél majdnem, igen. A szembesávba. Abszolút. Csak realizáltam, hogy valaki jön szembe. Igen. Jó. Ami belazultál egy igen, igen, határozottan sokkal jobban érzem magam. Komolyan. Nekem nagyon nagy biztonságérzetet ad mondjuk az, hogy te itt vagy mellettem. De tényleg. De ides. Nézd, ott a tengerpart. Gyurikám vezet, és kirakta a könyvét, óriási. Szóval úgy érzem, mintha valami iszonyatos nagy dolgot csináltam volna, mintha valami csúcs teljesítményt tettem volna le az asztalra, igazándiból kb. 15 percet vezettem Cipruson, de nagyon jó érzés, és most már kimernék menni a, vezeté, a forgalomba. És köszönöm neked, Ancsi, mert én nekem ez egy óriási élmény volt. Nagyon ügyes voltál. Azért az elején egy picit izgalmas, de én azt láttam, hogy viszonylag gyorsan ráállt az agyad. Igen, igen, de még egyszer mondom, azért nagyon nagy biztonságérzést adott, hogy itt voltál, uh-huh. Hogy valaki segített, hogy tudtam, hogy majd mondani fogja, hogyha valami sajátosság van, hogy azért még most a végén is kétszer oda nyúltam az ablaktörlőhöz, aha. De már egyből korrigáltam, már nem igen, nyomtam föl. Igen. Szóval tényleg... egy óriási nagy fejlődést érzek magabiztosságban magamban ebben a, ez alatt a negyed óra alatt, és az iszonyatos kezdő mazsolából eljutottam a kezdő fázisba. Szóval azért még mindig nem a rutinról beszélünk, de már egy nagyobb önbizalomról mindenképpen. Aha, aha. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Mindenkinek. Óriási élmény. Óriási. Jó, úgyhogy legközelebb jöttök, akkor már te fogsz vezetni, és megyünk mindenhová. Jó, így legyen. Na, ügyes vagy. Pacsi, köszi, Rugi!